Meg le. Sok szeretettel köszöntelek benneteket, minden résztvevőt a ma esti dobbantó zumináriumon. Néhány első alkalom után megváltoztattuk ennek a csatornának a nevét dobbantóra, nyitott szerdáról. Nyitokból is dobbantó. Azért dobbantó elsősorban, mert azt gondoljuk, hogy bárki bármilyen élethelyzetben van most, szeretne egy kicsit jobbat, vagy akár sokkal jobbat. És ez a lehetőség, amit mi bemutatunk a dobbantókkal nektek, egy olyan dolog, ahonnan elemelkedhetsz, elrugaszkodhatsz, dobbanthatsz egyet, és egy magasabb szintre kerülhet az életed. Másrésztről viszont azért is dobbantó, mert szeretnénk, hogyha megdobbantanánk a szíveteket azzal, amit mutatunk, azzal, amit mondunk, és akár ezzel a társasággal, ahogy mi itt összejövünk. Úgyhogy egy nagyon tartalmas szórakozást, illetve tanulást kívánok, és átadom a szót a mai előadónak, Faragóné Keserű Juditnak. Köszönöm szépen! Sziasztok! Szép estét és sok szeretettel köszöntelek benneteket! Én Faragóné Keserű Judit vagyok. Azt a megtisztelő felkérést kaptam, hogy egy kicsit meséljek arról, hogy milyen volt a mi elmúlt 9 évünk, és a mi sikertörténetünkről. Úgyhogy ehhez készítettem egy kis prezentációt is, amit gyorsan betöltök. És akkor ez alapján fogom nektek mesélni a kis történetünket. Bizony, mi 2010. júniusában csatlakoztunk a DXN-hez. Itt már is van egy ilyen családi kép. Ez volt az akkori helyzetem, hogy én otthon voltam a két gyermekemmel, és nagyon elgondolkodtam azon, hogy hogyan tovább, mi lesz, hogyha majd nagyobbak lesznek, és nekem újra dolgoznom kell, akkor hogyan tudok az életem minden területén helytállni. Illetve az is igaz volt, hogy én ekkor az életemben szinte minden a gyerekekről szólt, az otthonról, a háztartásról, és nagyon kevés kikapcsolódási lehetőségem volt. Ezért, amikor ők aludtak ugye délután és éjszaka, akkor én mindig az interneten böngésztem, és kerestem különböző tanulási lehetőségeket, és munka lehetőségeket is, mert gondoltam, hogy milyen szuper lenne az internettel pénzt keresni. És ugye ez tényleg nagyon nagy álmom volt, hogy otthonról dolgozhassak az internet segítségével. Először elvégeztem különböző ilyen online tanfolyamokat, például a Vidáginak a Gazdag Mami tanfolyamát, és nagyon sok mindent megtanultam az online marketingről, hogy hogyan kell honlapot készíteni, online kommunikálni, és aztán egyszer csak rátaláltam egy barna DXN-es honlapra, és akkor bejött az életembe egy új dolog, egy új lehetőség, ami teljesen megváltoztatta az életünket. Először az első egy évben, ugye mindig csak a gyerekek alvás idejében tudtam dolgozni, és az első év után egy kiegészítő jövedelmet sikerült megkeresnünk. És a negyedik hónapban csatlakozott hozzám az első igazi üzletépítő csapattársam, és ő egy 4 gyermekes anyuka, és ő lett később az én első gyémántom. És amikor a kisfiam elment ő is óvodába, ugye akkor sokkal a több időm volt az üzletre, és ez a következő egy év pedig már meghozott egy olyan fejlődést, ami által már egy rendes keresetet meg tudtam keresni, tehát 2 év munka után sikerült elérni ezt a szintet. És utána nem álltunk meg, hanem egyre jobban haladtunk előre. És végül 5 év után jött el az a pont, amikor a férjem is ott tudta hagyni a munkahelyét, és innentől már mind a két szülő otthon volt a gyerekekkel, és a vállalkozásunkból ért meg a családunk. Tehát ez egy olyan elképesztő dolog, hogy miből indult, eleinte mit képzeltem, és rájönni arra, hogy ezzel az üzlettel mi mindent el lehet érni. És ezek az évek nagyon meghatározóak voltak, hiszen ezt nem olyan sok család engedheti meg magának, hogy egy apa is ennyire intenzíven részt vesz a gyerekek életében. És ugye nagyon sokszor ő vitte őket iskolába, ő ment értük, és nagyon sok közös programot is szerveztünk. És ami még az ő életében nagy változást hozott,
az ez itt látható, hogy 2014-ben, amikor ott hagyta a munkahelyét, akkor így nézett ki. Nem tudom, hogy látszik-e a különbség, én abban az időszakban egyáltalán nem láttam kövérnek, de ez így van, hogy olyan 95 kilót is elérte a versenysúlya, és sok szempontból nem volt elégedett az életével, akár a kinézetével is, de magas vérnyomással is küzdött, nagyon sokszor érezte savasnak magát. És bár ugye elkezdett azért apró dolgokon változtatni, de azért, hogyha igazán jelentős változást szeretnénk az életünkbe, akkor nem hagyható ki olyan dolog se, mint az aktív testmozgás. Úgyhogy először, amikor ilyen szabad ember lett, akkor az is az élete részévé vált, hogy elkezdett edzőtermekbe járni, és rendszeresen sportolt, de a legnagyobb áttörés számára mégis azt hozta el, amikor elkezdett futni, és egy ismerőse javaslatára elkezdett fölkészülni az első maratonjára, ami fél év rendszeres futás után sikerült elérni. És azóta is ez a futás rendszeresen az életének a része. És bizony ez a két kép között, ahogy látszik, ez körülbelül 15 kiló látható, és most már egy sokkal egészségesebb életet tud élni. Az én életemben ez nem hozott az elmúlt év olyan sok változást, hanem csak a legelején, amikor a kisfiam után nem tudtam lefogyni 60 kilóról, valahogy megállt itt a súlyom, és amikor én legelőször elkezdtem fogyasztani a ganodermás kávét és a spirulinát, akkor azt vettem észre, hogy 3 hónap alatt lement rólam ez a 3-4 kiló. Csak úgy magától, úgyhogy nem változtattam semmit. Valahogy ez kellett a szervezetemnek, hogy elinduljon ez a változás, és az utána következő azóta ez a több mint 8 évben én megtartottam ezt az állandó súlyomat, ami 53 és 56 kiló között mozog. Ez nekem a normál testsúlyom. És azért én is igyekszek odafigyelni a mozgásra. Sok mindent kipróbáltam már, a jogát is, mert hogy nem elég ugye állandóan a gép előtt ülni, hanem nagyon fontos rá koncentrálnunk ezekre a dolgokra is. És én is apránként elkezdtem futni, de egyelőre még csak az 1 kilométernél tartok nálam, most még ez is nagyon nagy szám. De ez épp az bizonyítja, hogy mindenkinek a saját szintén kell megtalálni a megfelelő mozgásformát. Az is jó, ha csak sétálunk, de ez nagyon jó, hogyha ezt is az életünk részévé tesszük. És természetesen nagyon sokat jelentettek a DXN termékek, amit most már 9 éve szedünk, és ezek az életünk részévé váltak. Saját magunknak is rengeteg pozitív terméktapasztalata van, amit ugye saját magunkon és a gyerekeinken is látunk, illetve a környezetünknek és mindazoknak, akik segítettünk abban, hogy megismerjék a termékeket, és hogy vannak, akiknek ugye azt, abban is segítünk, hogy hozzájussanak rendszeresen. És nagyon sok jó pozitív terméktapasztalatot kaptunk tőlük is, hogy elmesélték, hogy milyen hatással volt rájuk, úgyhogy ezek mind megerősítettek abban, hogy mennyire jó termékek. Ugye, ami változás történt az életünkben, az, hogy ugye néhány év teljes szabadság után azért a férjemben elkezdett munkálkodni egy érzés, hogy mi az, amit ő egész életében a legjobban szeretett volna csinálni, hát az bizony a repülés volt. És amellett, hogy nagyon jó volt így a családunknak ez a szabadság, mégis nagyon fontos, hogy a munkánkban és a karrierünkben is érezzünk azt, hogy ez az, amit igazán szeretünk csinálni. És neki adódott egy lehetőség, hogy pilótaként elhelyezkedjen. Először ez a munka itt volt közelben, Matkon, de aztán elköltözött a repülőgépgyár Pécsre, ott épült föl. Úgyhogy most ez azt jelenti, hogy ő rendszeresen jár le Pécsre, van, hogy egy nap oda-vissza megjárja, ez bizony 4-5 óra utazás, vagy néhány napot is alszik. Tehát ez nagyon nagy változás volt az életünkben, és nyilván, ha én azt nem tehetném meg, hogy én most itthon vagyok, állandóan a gyerekekkel, mert hogy most a nyári szünetben együtt vagyunk végig, akkor ezt ő nem tudta volna megvalósítani, hogy ő ezt az állomállás, vagy állommunkahelyen ott legyen. Mondjuk azért az szerencs, hogy általában a péntek, szombat, vasárnap az mindig szabad számunkra, de így most egy kicsit megváltozott ez a helyzet.
Azért a korábbi években is mindig az volt igaz, hogy a munka nagy részét, tehát az online dolgokat, azokat teljes mértékben én végeztem, és általában a csapatnak a képzését, a tanítását is, de a férjem is nagyon sok mindenben aktívan részt vett, és engem támogatott. És itt is azért látszik, hogy ott van a DXN-es bögre a kezében, mert azért így, hogy ő sokat utazik, és sok emberrel találkozik, azért ő is természetesen mindig beszél a DXN termékekről, nagyon sok fogyasztót talált már, és ugye ezzel az is meglett, hogy az egyik gyerekkori példaképe lett a kollégája, egy elég híres pilóta, és most már ő is elkezdte fogyasztani a termékeket, mert annyi jót mesélt róla a férjem, és nyilván látja is rajta, ő az élő példája annak, hogy ezek mennyire jól működnek. Úgyhogy ez a kép, ami itt jobb oldalt van, ez ma készült a gyerekekkel, most ugye együtt vagyunk itthon a nyári szünetben, és azért ugye nagyon sokszor azt látjuk, amikor be akarnak mutatni, hogy egy MLM éles stílust, vagy hogy ez milyen csodálatos, vagy néha, hogy ott vagyunk a tengerparton, és ott számítógépezünk. De azért a valóság az, hogy ugye ez az élet, ebben élünk, hogy vannak gyerekeink, hogy ugye most nem kell, de azért máskor, amikor iskola van, akkor azért korán kell kelni, őket kell vinni, és bizony őket is el kell látni. És ugye nem csak az a cél, hogy milyen életünk legyen, hogy csak pihenünk, hogy nyugodtan élünk, hogy rengeteg felé utazunk, hanem bizony a valóságban élünk, és az, hogy a hétköznapokat hogy tudjuk így összehozni harmóniába, és hogy mit tud jelenteni az, hogyha van egy ilyen vállalkozásunk, akkor hogy tudjuk mi beosztani jól a szabadidőnket, illetve milyen szabadságot tud adni számunkra ez az üzlet. Természetesen amellett, hogy az életünk más területein azért nagyon jól helyt kell állnunk. De azért nekem ez segít abban, hogy ezt a sok kihívást azért ilyen jól tudjam kezelni. És azért akkor nem mutatom mégis, hogy hol tart a mi üzletünk. Egy kicsit nézzük meg az eredményeinket számokban is. Gyorsan beléptem az Elvörd webirodámba, és akkor megnéztem, hogy hogy áll most a csapatunk. Tehát körülbelül olyan 16 ezer fős most a teljes nemzetközi csapat. Azért természetesen a 9 év alatt azért nagyon sokan regisztráltak már így hozzánk, és azért nem mindenki vált rendszeres fogyasztóvá, illetve üzletépítővé. Tehát hogy nyilván ezek a számok azért nem, ezeket azért így fenntartásokkal kell kezelni, tehát nyilván azok számítanak, akik rendszeresen fogyasztják a termékeket, és ugye akiktől a forgalom még jön minden hónapban folyamatosan. De azért mégis jó egy kicsit megvizsgálni, hogy tud felépülni egyszerűen otthonról is egy ekkora nemzetközi hálózat. Ugye most a csapatunkban jelenleg 947 Star Agent van, 53 Star Ruby és 40 Star Diamond vezető. Ugye mivel a szintünk az az Executive Triple Diamond, az azt jelenti, hogy 7 gyémántunk van. És ugye a legmagasabb szint az a Crown Ambassador, amikor 20 különböző lábakon építünk fel gyémánt vonalakat, és természetesen nálunk is ez a cél, hogy egyszer elérjük ezt a legmagasabb szintet. De maga ez az út is nagyon izgalmas, hogy végigkísérni embereket ezen az úton, és látni az ő sikerüket is. És ugye természetesen nem csak az a cél, hogy nekünk különböző lábakon meglegyen a gyémánt, hanem hogy egyre több csapattársunknak is legyenek olyan vezetőik, akik így tovább folytatják ezt az építkezést, és ők is tudnak egyre sikeresebbek lenni. Ugye, ami nagyon érdekes, hogyha megnézzük, hogy milyen országból vannak csapattársaink. Ugye több mint 6000 fő a Spanyolországból van, ugyanis egy anyuka, aki magyar, de Spanyolországban él, és spanyol férje van, és ott él a gyerekeivel együtt. Ővel elindítottunk jó néhány éve a spanyol piacot is, akkor még nem volt ott a cég, és ő végig csinálta azt az egész folyamatot, hogy elindult ott a cég, és elképesztően nagy sikereket tudott elérni. És azért is van most a legnagyobb létszámban a spanyol csapatunk. Volt egy időszak, amikor az olasz és a magyar csapat az fej-fej mellett haladt létszámban, de azért az utóbbi időben Magyarországra mi is nagyobb fókuszt helyezünk, és azért most már látszik, hogy ott is több mint 2000 fő a csapatunk.
És utána még itt vannak a különböző országok, ez csak ilyen nagyon érdekességként mondtam, én is le voltam többen, vagy Szaúd-Arábiában, 583 csapattársunk van. De ezek nem az én érdemem elsősorban, hanem vannak olyan csapattársunk, akik tényleg nemzetközi szinten is így építkezik, és ott is tudtak elérni embereket, akik így online beregisztráltak hozzájuk, mert amúgy hát nem csinált senki olyat, hogy kiment ebbe az országba, és offline kezdte el építeni az üzletet. Ugye itt az is számít azért, hogy a maga a forgalom milyen országokból jön. Tehát, hogyha azt néznénk meg, akkor maga az arányok nem ezek az országok szerepelnének a top 10-ben, de azért mégis nagyon érdekes megnézni, hogy online hány embert tudunk elérni, és hogy bármelyik országból be tudnak regisztrálni hozzánk. De természetesen utána az a cél, hogy ne csak egy regisztráció legyen, hanem ugye maga meg tudja vásárolni a termékeket is, amit ugye meg tudnak oldani, hogy a helyi iroda kiszolgálja őket, de el kell látni őket a megfelelő információkkal, hogy ezeket hol tudják megvásárolni. És ugye amikor a férjem is ugye már csak ezzel az üzlettel foglalkozott, akkor azért sokat a több előadást tartottunk helyi szinten. Tehát Kecskeméten is tartottunk rendszeresen infoklubokat, illetve elmentünk más városokba is, csapattársaknál tartottunk előadásokat, és mi magunk is rendszeresen részt veszünk ugye a magyarországi rendezvényeken, de el szoktunk menni ugye a vezetőképző táborokba is, eddig egy kivételével a többi mindegyiken ott voltunk, vagy volt, hogy nemzetközi szinten is elhívtak minket előadónak, tehát voltam így Spanyolországban, Szlovákiában, Olaszországban is előadást tartani. Volt, hogy összekapcsoltuk valami más eseménnyel együtt. De azért, hogyha összességében akarjuk nézni, azért számomra mindig is az online volt a hangsúlyos. Iszok egy kortyüzet. Mert számomra ugye először ez volt az egyetlen lehetőség, amit meg tudtam tenni a gyerekek alvás idejében. És én ezt mindig is nagyon szerettem csinálni. Tehát még ma is szenvedélyesen szeretek csinálni WordPress honlapokat készíteni, és azért időközben ugye elkezdtem videózni is, mert először ugye nagyon könnyebb volt mindig írásban kommunikálni. De aztán eljött az az idő, ugye, hogy akár nyilvános előadásokat is tartottam, és egyre jobban fejlődtem abban is, hogy tudok így beszélni. És ugye a személyes találkozás után a videózás az egyik legjobb ilyen forma, ahol kapcsolatot tudunk teremteni, és azért nagyon szívesen készítek videókat is. Illetve a Facebookot is aktívan használom, tehát vannak Facebook oldalaim is, magyar és angol nyelven, illetve a Facebook csoportunk van a csapatunknak, ahova ugye rendszeresen kerülnek fel információk, oktatási anyagok, és nagyon jó, hogy itt tudjuk tartani a kapcsolatot egymással. Ezen kívül még ugye több ilyen közösségi média felületen is fenn vagyunk, de a legaktívabb vagyok az Instagram, itt is magyar és angol nyelven is kommunikálok. Ugye ez nagyon érdekes az online világban, mert egyrészt ugye én nagyon szeretem azt csinálni, amit szeretek, ami örömet okoz, ugye egy kicsit építeni a saját márkámat, blogbejegyzéseket írni, de ez alapvetően ugye azért rólam szól. És nagyon fontos megtalálni azokat az eszközöket, ami viszont másolható, meg létrehozni őket, amit bárki tud csinálni. Ugyanis nem mindenki akar végigmenni ezeken a folyamatokon, és nem is kell mindent használni, nem fontos saját honlapokat készíteni, de milyen jó, hogyha találunk olyan eszközöket, és módszereket, amit bárki tud használni, és bárki tud követni egyszerűen. Mert azt is el kell fogadni, hogy egyrészt ugye nem mindenki akarja ezt főállásban csinálni. Lehet, hogy valaki csak kiegészítő jövedelemként szeretné ezt az üzletet felépíteni, és lehet, hogy csak heti néhány órája van rá. És lehet, hogy nem akar ő is online marketing zseni lenni. Ez attól is függ, hogy ki mit akar elérni ezzel az üzlettel, illetve ugye nagyon sokan vannak, akik csak fogyasztóként beregisztrálnak, akkor őket is segíteni kell abban, hogy tudnak rendelni, illetve hogyha ők szeretnének a termékről is többet megtudni, akkor például hol tudják megnézni azokat a videókat és előadásokat, ugye, amit szakértőktől meg tudnak hallgatni. Tehát az online az nagyon sok mindenre jó, tehát egyrészt arra is, hogy ugye felkeltsük az érdeklődést,
ugye jó végigvezetni ezen a folyamaton, hiszen a megrendelés és a regisztráció is online történik elsősorban, bár persze meg lehet tenni a személyesen is. Ugye akár Budapesten vagy papír alapon is ki lehet ezeket tölteni. De a legnagyobb része az valóban online működik, és ezeket ugye azért meg kell tanítanunk és mutatnunk másoknak, de hát azért is vannak jó oktatóanyagaink ehhez. És ugye online egy nagyon klassz rendszert lehet felépíteni, ami attól függően, hogy ki melyik részben szeretne igazán elmélyülni, annak megfelelően tud haladni ezen az úton. És mivel ugye mostanában a DXZN házatáján nagyon sok változás történt az online-nal kapcsolatban, ezért egyrészt most én is egy megújulást szeretnék, és saját magam is vezetőként szerintem nagyon jó, hogyha találunk új utakat, amit ugye nem csak mi tudunk ezen érvényesülni, hanem ugye a csapattársaink is tudnak követni. Úgyhogy ez egy mostani nagyon jó kihívás, és dolgozunk rajta, hogy ez működőképes legyen, aztán hosszú távon is. És egy kicsit arról, hogy én hogy gondolkodok erről az egészről, mert ez a mondat jelképezi tényleg nagyon jól, és ezt fel is olvasom, hogy a jó életet a szeretet inspirálja, és a tudás vezérli. Mert ugye én egyrésztről nagyon fontosnak tartom a folyamatos tanulást, hogy az életünk minden területén, és ez még ma is teljesen kiteszi a mindennapjaimat. Most már egyébként nem szoktam olyan sokáig a számítógép előtt ülni, hanem nyilván az esték a családomért, illetve én minden este olvasok. Van, hogy például az Amazonon szoktam venni angolul ilyen különböző üzletépítőknek a könyvét. Ezeket olvasom, rengeteg szakirodalom van, és ugyanúgy most már angol nyelven is veszek meg online tanfolyamokat, és végignézek videókat, tehát a tanulás abszolút az életemnek a részévé vált most is, és én ezt mindig fontosnak tartom, mert annyira élvezem, annyira jó megismerni még jobban ezeket a dolgokat, én is szeretnék még jobbá válni, és természetesen nagyon fontosnak tartom ezt a tudást, azért átadjuk a csapatunknak is. Úgyhogy ez is vezet engem ezen a tanuláshoz vezető úton, de azt is tudom, hogy nem elég a munka, nem elég az elme, nem elég csak profin tudni, hogyha nem lenne mögötte egy szív, amivel tudnánk mindezt így csinálni. Egyrészt odafigyelni az emberekre, az emberi kapcsolatokra, azt tudjunk másokat meghallgatni, hogy mire van szükségük, és utána pedig természetesen azt is, hogy saját magamba is. Ugye ez egy nagyon-nagyon ismereti utazás is volt, az, hogy megtalálni igazán önmagunkat ebben az üzletben is, és illetve azt is, hogy mire vagyunk képesek. És ugye én akkor tanultam szakmailag is sok mindent, de nagyon sok ilyen különböző workshopra, tanfolyamra eljártam, ahol az önismeretünkkel kapcsolatban is, a személyiségfejlődésünket is tudtam ezzel szolgálni. Úgyhogy ezek nagyon fontos lépések, mert ugye nagyon sok embernek nem csak az áll a siker útjába, hogy esetleg nem tanulta meg profin a lépéseket, hanem lehet, hogy olyan berögzött hiedelmei vannak, vagy olyan hitrendszerek, ami egyszerűen bojkottálják abban, hogy sikeres legyen. És akkor ezeket is jó felfedezni és dolgozni rajta, azért, mert a siker útjában azért nagyon sok akadály állhat, és tényleg életünk minden területén akarunk fejlődni. És ugye, hogyha azt belegondolunk, szuper a karrier, meg sok pénzt keresni, és ezek mind csúcs szuper dolgok, de hát semmit nem érnének, ha nem lennének körülöttünk azok az emberek, akiket igazán szeretünk, hogyha nem lenne mellett ez a feltöltődés, és hogyha nem szeretnénk nagyon azt, amit csinálunk. Tehát ez nekem mindig nagyon fontos volt, hogy igazán örömöt okozzon nekem, akár a tanulás is, és az a munka is, amit elvégzek. Néha azért persze vannak benne nagy kihívások is, és azért izgalmak, de így összességében az, hogy mennyire szeretem csinálni, és azért tudom így hosszú távon, évek után is még mindig ezt csinálni. És minden nap. És ugye még odaírtam azt a szót is, hogy hitelesség, mert ez mindig nagyon fontos volt számomra. Mert ugye ez is, sokan próbálnak olyan képet mutatni, ami nem mindig valós. De szerintem vagy túl tökéletesre akarják. És azért föl lehet azt is vállalni, meg néha sokkal jobban megragadja az embereket, hogyha vannak hibáink, vannak nehézségeink, hogy nekünk sem működik mindig minden tökéletesen.
hogy ugye az élet az, meg ez a munka is nem csak arról szól, hogy pihenünk a szórakozásról, és hogy mindig minden sikerül, hanem azért néha nagyon nagy nehézségek is vannak, és sokat kell érte tenni. De valahogy pont éppen ezek a kihívások azok, amik annyira értékessé tudják tenni ezt az utat. Úgyhogy ezek nagyon nagy pluszt adnak nekem. Ugye egyszer, amikor legelőször mentünk külföldre a DXN-nel, az az első vezetőképző tábor volt Görögországba. És amikor én megosztottam a fényképeket, akkor valaki, az egyik csapatársunknak a férje odaírta, hogy persze, mit vetítek, hát nekem ezért fizetni kellett ezért az útért, mert ugye úgy írtam, hogy DXN-es utazás. És hát én írtam neki, hogy igen, ez valóban olyan volt, hogy igen, ez nem egy utalomút volt, hanem mi befizettünk erre a vezetőképző táborra. Nyilván nem is írtam oda, hogy ingyen van ez utazás, és mondtam, hogy ez volt az első olyan út, ahova elmentünk ketten a férjemmel, mióta megszülettek a gyerekek. De aztán természetesen így normálisan reagáltam erre, és akkor utána azért persze ő se kötekedett ebben. Tehát valóban így van, de aztán utána eljött az az idő, amikor valóban kaptunk már utalomutakat a DXN-től. Ugyanis minden évben van egy utazási kiírás, és így eljutottunk a világ különböző tájára, és rengeteg csodás helyen voltunk. 4-szer voltunk különböző hajóton, szingapúri hajóton, Európában 3-szor, legutóbb éppen a norvég fjordoknál jártunk. És ha lehetőség adódik, akkor visszük magunkkal a gyerekeket is, de van, hogy csak kettesben veszünk részt ezen az utazáson. És azért elképesztő végignézni a fényképeket is, hogy azért az elmúlt 9 évben azért a DXN-nek köszönhetően mennyi csodálatos helyre eljutottunk. És persze ugye olyan jó nézni ezeket a fényképeket, de azért itt is benne van az az elképesztő izgalom, hogy először milyen nehéz volt otthon hagyni a gyerekeket, hogy hiába indultunk csodálatos utakra, nekem az előtte az a pár nap az sokszor a sírásról szólt, hogy itt kell hagyni őket, de azért mindig jó kezekben voltak, és mindig épségben hazaértünk, és ez a legfontosabb. És azért most már elértünk egy olyan szintre, hogy minden évben 2 főre minősülünk a jutalomutakra, és hát a következő jutalomút az 2020 végén lesz, majd Dubajba és Indiába. És valóban még 2 hónap hiányzik ahhoz, hogy 2 főre meglegyen ez a minősülésünk. Azért volt olyan év, amikor nagyon sok, több csapattársunk is el tudott jönni, és azért ilyen utalomutazásra, mert ugye attól függ, hogy hol van, mi az úti cél, és annak megfelelően több vagy kevesebb a pont szám, amit el kell érni, de azért akkor lesznek majd igazán szépek ezek az utak, hogyha minél több csapattársunk is részt tud ezen venni. És ugye, ami még egy fontos része az ennek az üzletünknek is, azért én is éreztem, és ez nagy tanulság volt számomra, meg az egyik legnehezebb, hogy ugye nagyon sok embert megismertünk az üzlet révén, és az életünk részévé váltak. És tényleg fantasztikus barátokat is kaptunk az évek alatt. De azért nagyon sok olyan ember is volt, aki ugye az életünk és az üzletünk részévé vált, és ugye ez az időszak, ez elmúlt. Tehát vagy nem folytatta tovább az üzletet, és néhányan pedig máshol. És ugye ezt tudatosítani kellett magunkban, hogy ez az üzletnek és az életünknek is ez a része, ez a természetes része, belejárója. Vannak, akik ugye először csak belépnek és próbálkoznak, vannak, akik esetleg sokat tesznek és mégse sikerül, vagy vannak, akik jó pár év után döntenek úgy, hogy végül mégsem ez az útjuk. És ezt is el kell tudni fogadni. És azt is, hogy lehet, hogy ez az időszak, amit közösen együtt töltöttük, az a mind a kettőnk, vagy adtunk egymásnak, hogy ők is tanultak tőlünk, mi is tanultunk ebből, és hogy ez is a része. Például nemrég olvastam egy nagy MLMS-nek a könyvét, és ő is elmesélte, hogy elképesztően sikeresek voltak, együtt dolgozott egy munkatársával, ő volt a legjobb embere, és mégis fogta magát, és átment egy másik üzletbe. És leírta ő is, hogy igen, van ilyen, és hogy ez akkor mennyire fájó, de nem erre koncentrált, nem ebbe vitte bele az energiát,
hanem eldöntötte, hogy utána annál jobban fogja segíteni az ott lévő csapattársakat, és hogy indít új vonalakat is. És utána ennek segítségével ezeket át tudta lépni. Sincs, amikor most volt nemrég a 14. házassági évfordulónk, és megnézegettem az esküvői albumot. És ha ott megnézitek azokat az embereket, hogy akkor is már milyen sok van, aki már nem az életetek része. Hogy nekem vannak ott akkori barátok, akikkel már nem is tartjuk a kapcsolatot. És ugye ez tényleg nem csak az üzletben, hanem az életben is van így. Hogy vannak, akikkel aktívan együtt vagyunk, és a mindennapjaink része, és együtt dolgozunk, és vannak olyanok, hogy egy-egy kapcsolatok már nem lesznek olyan aktívak. És ezt is el kell tudni fogadni. És az ő döntésüket is ebben. De amit én teljes mértékben érzek, bár én is nagyon sokszor megvizsgáltam, mert biztosan akartam érezni és tudni, hogy valóban a DX-en az én úton. De ezt én biztosan érzem. Tehát azt is tudom, hogy hoppá, elnyomtam az utolsó képen. De akkor még gyorsan. Benyomom, de akkor nem jön be, nem baj. Akkor visszaváltok. Valamit nagyon elnyomtam, nem baj. Tehát, hogy én ezt érzem, hogy nekem a DX-en az utam, és soha nem lennék másik cégben üzletépítő. Tehát én teljes mértékben el vagyok kötelezett a DX-en mellett. Ez is ugyanolyan, mint a házasság és a gyereknevelés, hogy nem várhatjuk azt, hogy tökéletes, és nem is az. Tehát néha itt is vannak kihívások, vagy vannak dolgok, amik nem úgy történnek, de elképesztően sokat ad. Mert elgondolkoztam egy pillanatra, hogy mi lett volna, ha én 9 éve nem döntök a DX-en mellett, és mennyi mindennel szegényebb lennék, rengeteg élménnyel, emberekkel, hogy nem tudnék ilyen életet élni. És akkor ez engem mindig nagyon sokszor megerősít, sőt minden nap annyi mindené hálás vagyok, amit a DX-ennek köszönhetek. Úgyhogy ez a cél, hogy a DX-emben, akik már itt vannak csapattársaim, őket is segítsem az úton, és én szeretném ezt még minél több embernek megmutatni, ugye akár a termékoldalt, akár az üzleti oldalt, azért, mert én nagyon hiszek ebben, és tudom, hogy milyen hatással tud lenni ez az emberek életére. Úgyhogy ennyi most a mi sikertörténetünk, és én bízok abban, hogy ti, akik itt vagytok, meg még már nagyon sok mindenkinek közösen tudjuk majd írni ezután ezt a sikertörténetet. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.